napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Lesz majd doktor Rózsa Sándor jegyző urat, a hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a kedves televíziónézőket. A jelenlévő alapján megállapítom, hogy a képviselők közül megjelent 9 fő, az ülés határolat képes, az ülést megnyitom. Távol maradását bejelentette dr. Karászony László képviselőtársa. Tisztelt képviselőtestület! Köszöntöm és egyben felkérem dr. Mihály László urat, a helyi választási bizottság elnök helyettesét, hogy Lengyel János képviselő úrnak a megbízó levelet legyen kedves átadni. A helyi választási bizottság nevében tisztelettel köszöntöm a 2016. október 24. napján kompenzációs lista alapján megválasztott Lengyel János képviselő urat, a meghívottakat, valamennyi jelenlévőt. A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a településen kompenzációs listáról 3 mandátum volt szerezhető. A kompenzációs listán megválasztott Jobbik Magyarország mozgalom jelöltje, Nagy János helyi önkormányzati képviselő, a magyarországi önkormányzati törvény 29. paragrafus első bekezdés F pontja értelmében 2016. szeptember 30-ai hatállyal lemondott mandátumáról. A lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnt. A Jobbik Magyarországért mozgalom a jogszabályi előírásoknak megfelelően megüresedett mandátum helyére 2016. október 14. napján megérkezett levelében a kompenzációs lista 4. helyén álló Lengyel Jánost jelölte ki. A fentiek alapján a helyi választási bizottság 2016. október 24-i ülésén a választási eljárásról szóló 2013. évi 36. törvény 307/N paragrafus második bekezdése értelmében Lengyel János jelöltnek kiosztotta a mandátumot. Megkérem Lengyel János képviselő urat, hogy szíveskedjen az emelvény elé kifáradni és a megbízó levelet átvenni, majd ezt követően az esküt letenni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény, továbbiakban önkormányzati törvény 28. paragrafus második bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselő a megválasztását követő ülésen a képviselőtestület előtt esküt tesz és okmányt ír alá. Megkérem a tisztelt jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek. Köszönöm. Kérem Önt, hogy az eskü szövegét mondja utánam, az eskü végén pedig meggyőződése szerint tegye hozzá, hogy Isten engem úgy segíjen. Én Lengyel János, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A helyi önkormányzati tisztségemből eredő feladataimat, Karcagváros fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Köszönöm szépen! Köszönöm, és még egyszer magunkat. Tisztelt képviselő úr, mindannyi nevében jó munkát kívánok. És kérem, hogy az eskü szövegét ne felejts el jó vésel agyába. És egyben megköszönöm dr. Mihály László elnök helyettes úr munkáját, közreműködését. További jó munkát kívánok szépen! Tisztelt képviselőtestület, folytassuk munkánkat, így most már 10 fővel fog jelen lenni a képviselőtestület ezen a mai ülésen. Köszöntöm Tóth Gábor büntetés végrehajtási ezredes urat, és megkérem, hogy a
szomszédságunkban épülő, Kumadarason épülő börtönnel kapcsolatos tudnivalókról legyen kedves tájékoztatást adni néhány mondatban, néhány percben. Átadom a szót, tessék parancsolni az edes úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt ülés, tisztelt jelenlévők. Tóth Gábor büntetésvégítási edzős vagyok, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei büntetésvégítási intézet parancsnoka, és engedjék meg, hogy bemutassam Horváth Ákos aledes urat, az intézetünk személyügyi és szociális osztályvezetőjét. Tájékoztatóm alatt engedjék meg, hogy munkatársam egy-egy oktatási, illetve tájékoztatási anyagot adjon át a testületi tagok részére. Köszönöm. Önök részre is közismert, hogy országos szinten 9 új büntetésvégrehajtási intézet épül 2018-ra. Ezek közül az egyik, a legnagyobb, a Kunmadarasi Büntetésvégrehajtási Intézet, melynek befogadó képessége 1000 fő fogva tartott, melyhez 500 fő személyállomány kerül hozzárendelése. Korábban már alpolgármester úrral egyeztetéseket folytattunk, kértük segítségét annak érdekében, hogy a térségben az intézet, a jövőbeli intézet személy tobozásához nyújtsanak segítséget. Tájékoztatásul mondanám el, hogy 2016. október 3-ától Kunmadarason tobozó irodát indítottunk, és 2 munkatársunk megkezdte a toborzást, azzal együtt, hogy tájékoztatásukat, információkat adnak az érdeklődők részére, különböző jelentkezéseket, önéletrajzokat dolgoztak föl, és megkezdtük a személyállomány toborzását, felvételi eljárás indítását, és már több esetben be is fejeztük, már kész állománytagok állnak felvétel előtt. Tájékoztatásul elmondanám, hogy hivatali munkaidőben végzik tevékenységüket, ezen kívül 2 napon munkaidőn túl is végzik tevékenységüket, tehát a munkaidő, úgy értsük, hogy 4 óra utántól, délután 4 óra utántól is végzik ezt a tevékenységet. Kiemelt feladat az intézetnek, az intézet elsősorban most azért kapott, arra kapott feladatot, hogy a személyállomány tobozását végezzük el. Elsősorban végrehajtó állomány, biztonsági felügyelő, körletfelügyelő állományokat keresünk, ezeket a személyeket azon kívül, hogy egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton kell, hogy átessenek, külön még egy nemzetbiztonsági vizsgálaton is átesnek, majd egy képzésen kell részt venniük, amely nem a megyében történik meg, hanem Budapesten fogják végrehajtani. Kiemelt feladat nem csak a börtönépítés, hanem a tobozás is, ezért azon kívül, hogy a 2 kollega végzi ezt a tevékenységet, természetesen az intézetünk szaktető vezetője is koordinálja ezeket a feladatokat. Én ennyit szerettem volna elmondani, többek között azt is föl tudom ajánlani, hogyha bármi kérdés itt van, megfogalmazódik, állunk rendelkezésre, és ha esetleg valakinek olyan igénye van, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei büntetésvégrehajtási intézetet meg kívánja tekinteni, akkor is állunk rendelkezésükre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen ezredes úr tájékoztatóját. Tisztelt képviselőtestület, kérdéseket lehet föltenni ezredes úrnak és munkatársának. Jelenkezést nem látok, így megköszönöm ezredes úr és alezredes úr megjelenését, rövid tájékoztatóját, eredményes munkát, eredményes toborzó munkát kívánok önöknek. Köszönjük szépen, további szép napot, viszontlátásra! Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy folytassuk akkor munkánkat. Indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy egy pótnapirend kerüljön felvételre. Javaslat a Karcag Kisviszállási út 306 szám alatt lévő 65 négyzetméter alapterületű önkormányzati bérlakás Bíró Györgyné részére történő bérbeadására. Ezt a napirendi pontot javaslom felvételre. Aki tudja támogatni a felvételét, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Van-e valakinek további napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, akkor a teljes napirendet teszem fel szavazásra. Aki támogatja, igen,
nem tartózkodás nélkül egy hangulat fogadták el. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy a 15-19. Terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a tisztelt képviselőtestület, aki tudja ezt támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Tisztelt jelenlévők, megkérem jegyző urat, hogy a két testület ülés között történt legfontosabb eseményekről legyen szíves tájékoztatást adni. Szeptember 29-én tartotta a Rákbetegek Országos Szervezetének Karcagi Klubja és a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány a Méltóság mezeje őszi találkozóját. A rendezvényen Pánti Ildikó és Nagyné László Erzsébet képviselők vettek részt. Szeptember 30-ától október 1-ig volt látható a díszmadár kiállítás és hüllő bemutató a Dérényi Kulturális Központban. A rendezvényen Szepesi Tibor díjat adott át. Szintén szeptember 30-án, a Népmese napján, Gulyás Zsolt plébános, Kunné Nánási Mónika óvodapedagógus, valamint Keserűni Ébner Tünde és Kun László pedagógusok meséltek gyermekkorukról, és olvasták fel kedvenc meséjüket a gyerekeknek az ifjúsági házban. A rendezvényen jelen volt Szepesi Tibor képviselő. Október 3-a és 9-e között került megrendezésre az őszi könyvtári napok programsorozat az ifjúsági házban. Október 3-án tartották a Népek mesei illusztrációs rajzpályázat díjátadóját és a kiállítás megnyitóját. Megnyitó beszédet mondott Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Október 4-én az iskolai könyvtárosok szakmai találkozóját tartották, majd a Körömvirág együttes koncertjére várták a megzenésített versek kedvelőit. A városvezetést Pánti Ildikó képviselte. Október 5-én ringató foglalkozást rendeztek a babáknak és mamáknak Tóth Istvánné vezetésével. Október 7-én Solyom Tamás interaktív zenés műsorával csalogatták az első osztályosokat a könyvtárba. Október 5-én a Madarász Imre Egyesített Ovoda Kejfel Jancsi címmel játékos sorversenyt rendezett a sportcsarnokban. Megnyitó beszédet mondott Kovács Szilvia alpolgármester asszony, az önkormányzatot Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet és Dobos László polgármester úr képviselték. Október 6-án megemlékezéssel és koszorúzással tisztelettünk az aradi vértanúk és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke előtt. Emlékező beszédet mondott dr. Pintér Zoltán, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és szakgimnázium tanára. A megemlékezésen jelen voltak Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Molnár Pál, Szepesi Tibor, Karcagi Nagy Zoltán és dr. Kanász Nagy László képviselő, az önkormányzat nevében Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek, valamint Dobos László polgármester úr koszorúzott. Szintén október 6-án az Alföld Szíve turisztikai tanácskozáson Szolnokon Pánti Ildikó képviselőasszony vett részt Karcagváros önkormányzata részéről. Október 7-én keresztény családi nap volt a Györfi István Katolikus Általános Iskolában. A városvezetést Nagyné László Erzsébet képviselte. Október 7-én került sor a Györfi István Általános Iskola fecskeavató ünnepségére és a játszóudvar átadására, melyen részt vettek Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselők. Október 8-án került megrendezésre a 16. Nagykun Karate Kupa a KSE Karate szakosztály szervezésében. A rendezvényt Szepesi Tibor képviselő úr nyitotta meg. Október 9-én került sor a 21. Karcagi Lovasnap és a 3. Karcagi Traktoros Ügyességi Verseny programjaira. A versenyek, valamint a családi rendezvények mellett ezen a napon kerültek átadásra a Magyarország legszebb konyhakertje programdíjai, a Kátai Gábor Kórház és a kardiológiai osztály munkatársa pedig rizikofaktor szűrést tartottak. A rendezvényt dr. Fazekas Sándor, földművelési miniszter, országgyűlési képviselő nyitotta meg. A programsorozaton Karcagváros önkormányzatát Pánti Ildikó, Molnár Pál, Karcagi Nagy Zoltán, Szepesi Tibor és Kovács Szilvia alpolgármester képviselték. A jelenlevőket Dobos László polgármester úr köszöntötte.
Október 11-én nyílt meg a Siegfried Klub hagyományos őszi kiállítása az Ifjúsági Házban. A megnyitó műsorban közreműködött Márkus Jurit, a Kassai Színház művésze. A rendezvényen részt vett Pánti Ildikó képviselőasszony. Október 12-én a 2016-17. Évi Filharmóniai Hangversenysorozat első előadásán a szolnoki szimfonikusokat hallhatták a zenekedvelők a Dérini Kulturális Központban. Október 14-én Szent Anai Sámuelre emlékeztek a róla elnevezett középiskolában. Szent Anai Sámuel életét Vízkeleti Erzsébet tanárnő méltatta. A városi önkormányzatot Karcagi Nagy Zoltán képviselte. Október 16-án a 15. képzőművészeti napok Esztergom programján Pánti Ildikó képviselő asszony képviselte Karcag város vezetését. Október 19-én a felújított Táncsicskő 17 számú óvoda ünnepségén Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán és Zsobos László polgármester úr vettek részt. Szintén ezen a napon az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub idősek napi bált szervezett. A rendezvényt Szepesi Tibor képviselő nyitotta meg. Október 20-án Ivancsics Ilona és színtársai Sejszellők című előadásával emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira. A városvezetésből jelen voltak Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán és Szepesi Tibor képviselők, valamint Dobos László polgármester úr. Október 21-én tartották az Emlékezzünk Együtt az 1956-os forradalom hőseire emlékünnepséget a Szent Pál Marista általános iskolában. A megemlékezésen részt vettek Pánti Ildikó és Nagyné László Erzsébet képviselők. Szintén október 21-én a Györf István Katolikus Általános Iskola megemlékezésén Pánti Ildikó képviselőasszony vett részt. Még ezen a napon, 21-én tartották a Kiskulcsosi Tagiskola október 23-ai megemlékezését. Itt Szepesi Tibor képviselte a városi önkormányzatot. Október 23-án a református templomban emlékező istentisztelettel, majd a Városháza előtti téren koszorúzással tisztelettünk az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt. Igét hirdetett Koncz Tibor elnöklelkész, ünnepi beszédet mondott dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter országgyűlési képviselő. Kemény Pál Karcagi mártírra koszorúzással és mécsesek gyújtásával emlékeztünk síremlékénél az északi temetőben. Emlékező beszédet mondott Fazakas Márk, református lelkész. Az ünnepi megemlékezéseken közreműködtek Horváth Népandúr Tünde, pedagógus, és a Karcagi Nagykor Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákjai, a Kovács Mihály Huszár Bandérium, valamint a Nagykun Honvéd Banda. Karcagváros önkormányzatát a képviselők teljes létszámmal képviselték. Az önkormányzat nevében Gyurcsek János alpolgármester és Dobos László polgármester úr koszorúzott. Október 25-én az Együtt Európában program keretében francia ifjúsági csoport érkezett Karcagra testvérvárosunkból, Longóból. A delegáció kíséretében részt vett Pánti Ildikó képviselőasszony. Október 26-án nyílt meg a Nagykunsági Ver Csipke című kiállítás a Dérini Kulturális Központban, amely november 8-áig látogatható. A megnyitón Szepesi Tibor képviselő volt jelen. Köszönöm szépen jegyző úrnak a tájékoztatást, tisztelt jelenlévő gazdag programban mögöttünk. Köszönöm szépen a képviselőtestület tagjának az aktivitását. És csak egy kiegészítés, ez egy mai program kezdődött, egy másik testvértelepülésünkről is vannak fiatalok városunkban, a mai napon érkeztek, és egy rövid látogatása jelennek meg nálunk, jelentek meg nálunk a holnapi napon. Van még Gumbadanason egy látogatásuk, és utána fognak hazamenni. Tudomásom szerint a Bácskosútfalvi testvértelepülésünkről érkeztek ide gyermekek. A Kovács Mihály Általános Iskola vendégszeretetét élvezik, az önkormányzat vendégszeretetén kívül természetesen. Örülünk, hogy egyszerre több testvértelepülésről vannak itt fiatalok körünkben. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség.
András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen az volt, polgármester úr. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, a testület tagjait, minden jelenlévőt és a kedves televízió nézőket. Polgármester úr, azzal a kérdéssel fordulnék önhöz, hogy nem mostani történet már, de ugye a rendőrség új épülete tervbe van véve jó régen. Az önkormányzat biztosította ehhez a megfelelő telket. Látjuk azt, hogy a telek állapota jelen pillanatban olyan, hogy úgymond átadásra kész. Azt szeretnénk tudni, hogy hogy áll ez a projekt. Mikorra lesz ebből valami, mikorra láthatjuk az új rendőrség épületét, és mely az az időpont, amikor ezt majd az állomány el is foglalhatja. Ez az egyik kérdés, a másik az, hogy út. Kátyú kérdés. Sajnos a kórház út, illetve a kórház előtti buszforduló és az a terület állapota lakossági jelzések szerint nagyon rossz. Én sajnos személyesen is jártam ott, vagyis nem sajnos, személyesen is jártam ott, és bizony tényleg nagyon rossz állapotban van. Ezzel tudunk-e kezdeni valamit, vagy tovább eszkalálódik a helyzet? Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, ahogy mindannyian tudjuk, a terület valóban át lett adva a rendőrség számára. A Városgondnokság megtette, elvégezte a feladatát, mindent letakarított onnan arról a sarki telekről, tehát tulajdonképpen valóban kezdődhet a munka, és a háttérben folynak is a munkálatok, hiszen a tervezés, a különböző közbeszerzések azok mennek. Az ígéret szerint 2017-ben az építési munkák, tehát a látványos része is megkezdődhet. Nyilvánvalóan ön is tudja nagyon jól, hogy egy ilyen komoly építkezéshez, beruházáshoz nagyon komoly előkészítő munka szükséges, ez zajlik jelen pillanatban. Utakról a közútkezelő vezetésétől nem kaptunk jó híreket, ebben az évben már nem fognak hozzányúlni a kisújszállási úthoz. A legnagyobb sajnálatunk, a legfeljebb apró kártyúzások várhatók még, hogyha nagyon-nagyon komolyra fordul a dolog. A legnagyobb bánatunkra természetesen, tehát ennek egy csöppet sem örülünk. Nagy valószínűséggel az állami utakon nem fog megtörténni már a tájékoztatás szerint a különböző útjeleknek felfestése sem, nem is lenne most már annyira időszerű, az időjárás kevésbé engedi ezt. A saját útjainkon még természetesen van lehetőség a javításra. Épp a minap beszéltünk erről Molnár Pál képviselő úrral, igazgató úrral, hogy ha szükséges, akkor még mindenképpen kell munkálatokat folytatni, és pontosan ez a buszforduló is szóba került, úgyhogy nyilvánvalóan akkor ez a munka el lesz végezve. Ami jó hír a közútkezelőtől az az, hogy a postai csomópontban a villanyrendőrnek a munkálatai megkezdődnek, és várhatóan az év végéig be is fejeződnek. Úgyhogy ez egy előrelépés. További napirendelő kérdés van-e? Jelentkezést nem látok. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltértem a két ülés között eltelt időszakban. 2016. október 10-től 14-ig vettem ki szabadságot. Ezt kötelességem bejelenteni. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására. Több tájékoztató is megbeszélése, megtárgyalása kerül a mai napon. Rögtön az elsőként, első napirendi pontunkként a Jászlóskun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság katasztrófavédelmi kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatót javaslom megtárgyalni. Köszöntöm körünkben lévei Kálmán kirendeltségvezető urat és munkatársát. Tisztelt képviselőtestület, egy kiváló beszámoló tájékoztatót tarthatunk a kezünkben.
minden részletre kiterjed, minden munkálatra kiterjed, alapos munka, mint ahogy megszoktuk már évről évre a katasztrófavédelem részéről. Hasonló módon teszik a tájékoztatást, mint ahogy a munkájukat végzik. Kérdezem kirendeltségvezető urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az írott anyagot? Tessék parancsolni, megadom a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselő testület, tisztelt jelenlévők és tisztelt nézők. Annyiban szeretném a tájékoztatót kiegészíteni, bár igyekeztünk mindent belefoglalni, de ezt szóban is el kell mondanom, hogy az elmúlt évben az önkormányzat által a Karcagi Tűzoltóparancsnokság javára megszavazott támogatás összeget egészségesen felhasználtuk, melyből légzőpalackok, dugólétra készlet, illetve emelőpárna készlet lett megvásárolva. Ezt a tavaszi rendezvényünkön be is mutattuk a jelenlévőknek, de én azt gondolom, hogy testületülésen is hasznos ez elhangzik, hogy milyen jól hasznosult ez a önkormányzati támogatás. A másik örömhír, amit bizonyára sokan észrevettek, de ez szintén érdemes kihangsúlyozni, hogy 3 év után a magasból mentőszerünk hazatért, újból Karcag és környékének tűzvédelmét biztosítja nagy örömünkre. Ez nyár óta használatban van véve újból, és kollégák gyakorolnak lét a magasból mentő üzemképes és bármikor bevethető. A harmadik dolog, ami talán kevésbé fontos, de mégiscsak a lelkünknek talán leginkább, hogy a zászló hazatért. Március 15-i ünnepségen volt szerencsénk átvenni az országos főigazgató úrtól az egykori csapatzászlóját a tűzoltóságnak, amely 1934-ben az önkormányzat által lett adományozva az akkori tűzoltók részére, és ezt most hiteles másolat formájában haza tudtuk hozni, át tudtuk venni, és a tűzoltó történeti kiállító teremben van elhelyezve, ott bárki által megtekinthető. Nem csak a lelkünknek, hanem szemünknek is esztétikai élményt nyújthat ez a régi szép zászló. Köszönjük mindenkinek, aki ebben segítségünkre volt. Azután dolgozunk, ha már a kiállító termet említettem, dolgozunk tovább azon, hogy bővítsük a tűzoltó történeti kiállítási lehetőségeinket is, hogy amennyiben olyan fecskendő tűzoltó gépjármű kerül kivonásra a területen, amelyik már nem hasznosul tűzoltóság javára, civil életbe nem értékesíthető, legalábbis nem árán értékesíthető, azt igyekszünk megőrizni, és lépéseket tettünk annak érdekében, hogy legyen alkalmas hely ezeknek az elhelyezésére, amit a tűzoltóink természetesen igyekeznek üzemképes, megtekinthető, kipróbálható állapotban tartani. Hát várhatóan a Honvéd laktanya valamelyik hangárában tudjuk ezt elhelyezni, úgyhogy az időjárás viszontagságétól is megóvjuk. És hát ugye testületülésen nem illik pletykálni, de mivel már nem találkozunk valószínűleg addig, hogy évvége felé talán kapunk egy új gépjármű fecskendőt is, nagy örömünkre is és bánatunkra is, mert valószínűleg a Csepel gépjármű fecskendő lesz kivonva a forgalomból, amelyik az első modern és nagyon jól hadrafogható felszerelése volt a Karcagi Tűzoltóságnak. Amit kapunk helyette, az magyar gyártmányú gépjármű fecskendő, és ez mindenképpen büszkeség, hogy Csepel helyett Rába gyártmány jön, amit a Hérosz RT lát el felszereléssel, amelyik a katasztrófavédelemnek a javító és fejlesztő műhelye egyúttal. Ez még egyelőre pletyka szinten van, de bízunk benne, hogy a pletyka be fog érni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a szóbai kiegészítést és az örömhíreket. Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom a tájékoztatót. Van a kérdés, hozzászólás, vélemény. Pánti Ildikó képviselőasszony kér szót, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársaim és kedves jelenlévők, külön köszöntöm ezredes urat és kedves munkatársát,
Jász-Nagykun Szolnok megyéből. A bizottságunk természetesen, mint minden testületi anyagot megtárgyalta a legutóbbi ülésén, és elfogadásra ajánlotta egyértelműen. Öröm olyan szervezetről véleményt mondani, és idézek a tájékoztató anyagból, ahol a személyi állomány kellő szinten feltöltött, a működés biztosított. Enyhe fluktuáció jelentkezik, de mindig van megfelelő számú jelentkező. A 2015. évben, mert hiszen ugye a múlt évi munkaértékeléséről adódik lehetőség, a kirendeltség munkájára panasz nem érkezett. Eddig az idézet. A kirendeltség együtt él a településsel, ahol a székhelye van, vagyis Karcag városával. Kapcsolatot épít a társszervekkel, nem csak hivatalosan, hanem másként is. Részt vesz a város közéletében. Szervezi a lakossági fórumokat, bemutatókat, megfelelő tájékoztatást ad, ami nagyon fontos, hiszen olyan szerteágazó tevékenysége van, amelyről a lakosságot, szervezeteket tájékoztatni kell, arról nem is szólva, jogszabályi változások követik egymást elég gyakran, tehát ezekről tájékoztatást kell adni, és ezt teszi. A tűzoltó bemutatóterem, amiről szó volt, hadd mondjuk el, hogy a város büszkesége, és egy kicsit idegenforgalmi látványosság is, és volt alkalmunk a bizottság tagjainak megtekinteni, mert ezredes úr a legutóbbi bizottsági ülésen meghívott bennünket, és ott tájékoztatót tartott, amit köszönettel fogadtunk, és azt hiszem, hogy valamennyiünk érdeklődésére tartott számot. Összegezve, egy szervezet végzi a munkáját a bajba jutott emberekért, mert hiszen jó részt olyan helyzetek, ahol az embereken segíteni kell, és az emberek ezt értékelik, amikor a segítség ott van rövid időn belül, emberi módon, gépi technikával és nagy odafigyeléssel. És ezt köszönjük, és továbbiakban kívánunk eredményes munkát mindannyiuknak, és a testületnek elfogadásra ajánlom az anyagot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen képviselőasszony hozzászólását. Jó hallani a dicsérő szavakat, és ezek a dicsérő szavak nem érdemtelenül hangzottak el természetesen. Van-e további jelentkezés? András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én azután érdeklődnék, hogy örömmel halljuk azt, hogy visszaérkezett a magas mentőjármű, új fecskendőt, plegyka szerint fogunk kapni. Ezek mind nagyon jó hírek. De én kíváncsi lennék arra is, hogy emellett, ugye, amit kapott itt a csapat, amellett kapott még valamit, egy feladatot. Mégpedig a kémények problémáját, gondját. Ugye a katasztrófa védelem feladatkörébe lett rendelve a korábban kéménykotró vállalat vagy cégnek a munkaköre, illetve feladata. Ez gyakorlatilag minden családot, minden háztartást érint. Én arra lennék kíváncsi, hogy körülbelül hol áll a katasztrófavédelem, illetve a helyi csapat ezzel a kérdéssel, hogyan tudja megoldani, és a lakosság mire számítson, hogyan fogja ezt megtapasztalni, ezt a változást. Köszönöm. Köszönjük szépen, parancsnokúr, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Kémények helyzete nem teljesen úgy van, nem teljesen hozzánk tartozik. A katasztrófavédelemhez tartozik valóban, viszont a katasztrófavédelemnek egy központi igazgatóhelyettes szervezete végzi ezt a munkát. Budapesten ők fogják össze az egész országnak a kéményseprő csapatait. Minden megyében van egy-egy kirendeltségük, ügyfélfogadó irodájuk, és itt helyezkedik el tulajdonképpen a megyei csoportvezető, aki irányítja a megyében végzett kéményseprőipari munkát. A kéményseprőknek vannak kéményseprő mestereik, és vannak a úgynevezett szakmunkások, akik az effektív kéményseprő tevékenységet végzik.
a karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség e tekintetben csak a jelzéseket, az eredményeket kapjuk meg, amikor intézkedési kényszerünk van. Tehát ha rendben van a kémény, akkor mi ezt nem kapjuk meg, hisz felesleges. Mi gyakorlatilag a hatósági vonalát intézzük ennek, hogy amennyiben zárt lakást talál, a kéményseprő nem tud bejutni a lakásba, illetve hogy tájékoztatásul megkapjuk, amikor úgynevezett egyes kódot, tehát az eltiltó kódot kell beírni, mert közvetlen életveszélyes vagy tűzveszélyes egy-egy kéménynek a léte. Ezt a kéményseprő, ezt az anyagot, ezt a űrlapot helyben meg ott hagyja állampolgárnál, illetve fölhívja a figyelmét, hogy mindaddig, amíg nem teszi rendbe a kéményét, a kéményt nem használhatja. A kéményseprő csapat az tulajdonképpen fölállt, végzi a munkáját, természetesen időbe telik, amíg minden lakás ebbe a sormunkának nevezett tevékenységbe sorra kerül, de én azt gondolom, hogy igen szorgalmasan végzik ezt a tevékenységet. Egy másik tekintetben a katasztrófavédelem ráerősített a dologra olyan vonatkozásban, hogy a tűzoltók közül is vannak kiképezve kéményseprő szakmunkásoknak, akik szükség esetén be tudnak segíteni. Lassan ez a csapat is elindul, várhatóan november hónaptól fognak feladatot kapni, hogy minél több lakásba és minél gyorsabban végére érjünk a lakásoknak. A tapasztalat az, hogy rengeteg rossz kémény van, visszafelé hiába nézünk az időbe, hogy miért is, a probléma most, illetve a közeljövőben vár megoldásra, hogy ezeket a kéményeket rendbe kell tenni, hisz nap mint nap halljuk a híradásból a szénmonoxid mérgezés kérdését, egyéb tűz keletkezéseket, ami a kémények rossz állapotára vezethető vissza, és ezeket sajnos rendbe kell tetetni. A tekintetben sajnos, hogy ez költségbe kerül az állampolgárnak, és hát meglehetősen sok bosszúságban, mert azért ez egy építőipari tevékenység piszokkal is jár. Tehát a bosszúság is még ott van az anyagi kiadás mellett. Viszont a biztonság az elsődleges, a család, az ott élők biztonsága már feltétlen fontos, és feleslegesen a kéményseprők nem zaklatják az állampolgárokat, viszont amit kell, azt meg kell, hogy tegyék. És ebbe végezzük mi a karcagi kirendeltség, a illetékességi területünkön a hatósági munkát, tehát felszólítjuk, felhívjuk az állampolgárt, odafigyelünk rá, ellenőrizzük, hogy használja az eltiltott kéményt, és hát csak legvégső esetben fordulunk a bírság kérdéseihez, hisz nem az a cél, hogy bírságoljuk az állampolgárt, hanem rávegyük arra, hogy eleget tegyen a jogszabály előírásoknak, és biztonságát a saját családjának és önmagának is szavatolja. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a választ. Van a további észrevétel, kérdés, vélemény? Tisztelt parancsnok úr! Úgy látjuk, hogy a kirendeltség jó kezekben van. Gratulálunk ehhez a munkához. Sok erőt kívánok önnek is, munkatársainak is, az egész legénységnek a következő években is ahhoz a sok-sok feladathoz, amit végre kell hajtani, mert valóban a szakmai munkán és a vezetői munkán kívül azért azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon komoly hagyományőrző tevékenység, lobby tevékenység zajlik ebben a laktanyában mindannyiunk örömére, hiszen a lakosságot szolgálja ez a laktanya, legyen annak bármi is a neve, mert a karcagiak még mindig csak tűzoltó laktanyaként nevezik, de jól van ez így teljesen. A lényeg az, hogy a munka szépen folyik, és legyen ez így a jövőben is. Gratulálok az elvégzett munkához, és köszönjük, amit végeznek, végrehajtanak értünk mindannyiunk érdekében. Köszönjük szépen. Elfogadásra javaslom a tájékoztatót, aki egyetért és támogatja, jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok. Második napi rendi pontunk, tájékoztató a Városi Önkormányzat Városgondnokságának tevékenységéről. Köszöntöm körünkben képviselőtársunkat, Molnár Pál urat, aki a Városgondnokságnak a igazgatója.
hasonlóan szertágazó és sokrétű összetett munkát kell végezni ennél az intézménynél is, felsorolni is sok lenne, hogy mi minden a feladata a Városgyarmatosságnak. Összefoglaló kifejezésként talán azt lehetne elmondani, hogy majdnem minden, ami a városban, a közterületeken történik. Érdeklődni szeretnék, hogy igazgatónak szóbeli kiegészítése van az írott anyaghoz. Igen, tessék, parancsol. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévő vendégeink, hölgyeim és uraim. Először is szeretném megköszönni azt a bizalmat, amelyet polgármester és a képviselőtestület és a város legfelső vezetése a városgondosság irányába tanúsít, ugyanis ilyen bizalom és támogatás nélkül nem tudtuk volna azokat a sikereket elérni, amit az elmúlt években és az elmúlt évben is elértünk, de nem csak a sikereket nem lehet elérni, hanem a napi teendőket sem lehet egy bizalom hiányos, támogatást nem érző, maga mögött nem tudó vezetés nem tudja ezt a munkát ilyen szinten elvégezni, a hétköznapi munkákat sem. A legfontosabb feladatok mellett szeretném kiemelni a közfoglalkoztatást, amely egy nagyon-nagyon nagy létszámot jelent foglalkoztatás tekintetében a Városgondosságnál. Legmagasabb létszámunk 2016 évben 434 fő volt, ennyi embernek tudtunk munkát adni, és ezek általában szolgáltató és termelő tevékenységet tudtak végezni. Ami nem tudott szerepelni közfoglalkoztatás szempontjából az anyagban, a héten beadott pályázatunk, amely 500 darab előnevelt csirkének a beállítását szorgalmazza, és ezt próbáljuk pályázat útján lehívni. Bízunk benne, hogy sikeres lesz ez a pályázat, jó visszajelzések vannak pályázatunkkal kapcsolatosan. Itt a Baromfi állománynak azt a részét, amely tojóállomány bővítésére alkalmas, a meglévő tojóállományt szeretnénk bővíteni, a kakasokat pedig pecsenye csirkeként szeretnénk egy vágóponton majd levágni, és így a közétkeszetésbe visszaforgatni. Ezt a programot egyébként a jövő évben is a Starkmunka program keretében folytatni szeretnénk majd. A feladatokat természetesen, amelyel meg vagyunk bízva, azokat folytatni szeretnénk ezután is. Gondolok itt a napi teendőktől kezdve a közfoglalkoztatáson át, teljes körűen mindenre. Azonban szeretném kiemelni, hogy az elkövetkezendő időszaknak egy nagyon fontos feladata lenne a belvízmentesítésnek a további folytatása, a belvízhálózat rekonstrukciója. Ennek egyik nagyon-nagyon fontos eleme lenne a vörösőrházi szivattyútelepnek a felújítása, amely egy igen elavult, de működő technológia, azért hozzá szeretném tenni, működik, tehát a város vízmentesítését meg tudja oldani, de egy biztosabb, üzembiztosabb és nagyobb teljesítményű szivattyúházra, mindenféleképpen olyan szivattyúházra, amely megfelelő szivattyúkkal van felszerelve, mindenféleképpen szükség lenne. Nézzük, figyeljük a pályázatokat, bízunk benne a következő évben, meg tudjuk ezt a problémát is oldani. De ilyen fontos feladat az is, hogy szerte a városban láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sok belvízelvezető csatorna lefedésre került. Ezeknek a belvízelvezető csatornák a tisztítása csak csatorna tisztítógéppel megoldható. Évek óta próbáljuk már elérni ennek a beszerzési pályázaton keresztül, de mivel egy nagyon nagy értékű járműről van szó, 25-30 millió forintba kerülnek ezek a járművek, ezért általában a pályázat forráshiányra való hivatkozással a pályázatunkat el szokták utasítani, de nem adjuk föl, próbáljuk ezt a járművet is beszerezni, és egy másik járműre is nagyon nagy szüksége van a városnak, egy magassági munkák elvégzésére alkalmas jármű, amely a fák gajazásától kezdve az épületek homlokzatának, a kisebb munkálatainak az elvégzésére bármire alkalmassá tenné a városgondosságot. Valamint szeretném még azt megemlíteni, hogy a városgondosság, mint az anyagban is benne van, tevékenységi körek között a mezőrség működtetése is ott szerepel. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mezőrség nagyon jól végzi a munkáját, a statisztikák is ezt bizonyítják. Nagyon-nagyon visszaszorult a külterületen elkövetett bűncselekményeknek, lopásoknak a súlya. Ennek más oka is lehet, nem csak a mezőrség jó működése, hanem a közfoglalkoztatásnak a népszerűsége, a szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalók körében munkával le vannak kötve, van jövedelmük, és nem szorulnak arra, hogy a mezőrség
mezőgazdasági termelőknek a értékeit dézsmálják a határba. A mezőrséget szeretnénk majd kiegészíteni egy hőkamerával, amely teljes biztonsággal földerítésre ad lehetőséget a éjszakai szolgálat idején. Most is rendelkeznek már hőkamerával, de ez a rendelkeznek éjjellátókészülékkel, bocsánat, de a hőkamera az egy sokkal korszerűbb és sokkal nagyobb biztonsággal elvégzett munkát biztosítana a mezőrök számára. Azonban szeretnék egy picit a problémákról is beszélni. Itt problémaként nálunk a városgondosság életében, de azt hiszem más intézményeknél is jelentkezik az, hogy egyre kevesebb a munkaerő, a képzett munkaerő, és itt nem csak a közfoglalkoztatással gondolok, hanem a állományi dolgozókra is. Nagyon-nagyon nehezen találunk akár pénzügyi, akár számvitelben jártas és megfelelő végzettségű munkavállalókat, hogyha pótolni kell nyugdíjba vonulás miatt, nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amelyet nem csak az nehezít, hogy kevés az ilyen irányú szakember a városban, hanem a közalkalmazottaknak ezt a részét, akik például intézményekben, önkormányzati intézményekben dolgoznak, a béremelések nem érintettek. Tehát nagyon-nagyon alacsony bérekkel rendelkeznek a kollégák. Nagyon jól tudjuk, hogy a közszféra más részein, akár a pedagógusok, óvodapedagógusok, vagy az egészségügy területén volt bérrendezés, de sajnos a mi állományi létszámunknak, és tudom, hogy hasonló problémákkal küzdenek a városházi dolgozók is. Én megfogadtam, hogy minden alkalmas grémium előtt el fogom ezt mondani, mert el kell mondani, ugyanis a későbbiekben nagyon-nagyon nagy lehet a probléma ebből, akár a munkaerő áramlás is megindulhat más magasabb bérezésű intézmények irányába, de ugyanazt elmondhatom a közfoglalkoztatásnál is, amely egy bizonyos szempontból jó hír, hogy a közfoglalkoztatásból egyre több foglalkoztatottunk a versenyszféra, a reálszféra irányába fog elmenni. Nem hogy szakmunkásokat nem találunk már, hanem a munkájára igényesebb segédmunkásokat is nagyon nehéz keresni, ami a feladatok szempontjából, a vállalt feladatok szempontjából rossz a városgondosság számára és a város számára, és ugyanis vannak termelő beruházásaink, termelő tevékenységre is pályáztunk. Abból a szempontból viszont, hogy tudjuk azt, hogy a versenyszféra egyre erősödik, egyre kisebb a munkanélküliség ezáltal, ebből a szempontból jobb. Ezt a nagy létszámot, egyébként ezt a 430 fős létszámot, amivel dolgozunk, mindenféleképpen a jövőben át fogjuk gondolni, mert ez az a felső határ, amit még biztonsággal lehet teljesíteni, és e felett már nagyon-nagyon nehéz lenne munkavállalót találni, akár segédmunkás tekintetben is. Amit még szeretnék kiemelni, azok a pályázati források, ez az egész közmunkaprogram több mint félmilliárdos összeget jelent a város számára, pontosan 522.406.000 forintot, ez a bér és járulékaikat jelenti a foglalkoztatottaknak, valamint benne található az a több mint 70 milliós fejlesztési lehetőség, amely a közvetlen költségeket jelenti. Bízom benne, hogy ez a pénz jó helyre megy, és biztos is vagyok benne, hogy ez a pénz jó helyre megy, mert azokat a szociálisan hátrányos helyzetű családokat támogatja, akik közfoglalkoztatás hiány nagyon-nagyon nehezen tudnának elhelyezkedni. Köszönöm szépen. Köszönöm a szóbeli kiegészítést, így teljes a anyaga tájékoztató tisztelt képviselőtestület vitára. Bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ehhez. Katonai Nagy Zoltán képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők! A önkormányzat egyik legfontosabb intézménye a városgondnokság. Évek óta fontos szerepet tölt be az intézmény életében a közfoglalkoztatás. Sok olyan városi beruházás készült el a közmunkaprogram keretében, amelyekre nagy szükség volt már. Így a közúthálózat javítása, a belvízelvezető rendszer korszerűsítése, a főtéri park ápolása, utak, járdák takarítása, erdőgazdasági szolgáltatása, külterületi utak karbantartása, stb. A teljesség igénye nélkül. És örömmel olvastam a tájékoztató 17. oldalán, hogy évről évre növekszik azoknak a száma, akik dolgozni akarnak, vagyis segélyhelyet munkából szeretnének megélni. És ahogy igazgató úr a beszámolóban írja, a közmunkából az emberek át tudnak lépni a közmunka utáni világba, ahol már teljes munkakörben, teljes fizetéssel, a közmunkánál nagyobb perspektívát nyújtó jövedelem reményében végezhetik munkájukat. A 2016 évi közfoglalkoztatási létszám 382 fő az intézménynél, és ahogy ezt olvashatjuk a beszámolóban, a jelenlegi állományi dolgozókkal
megfelelő figyelmet és irányítást tudnak biztosítani velük kapcsolatosan. A Városgondnokság nem tesz különbséget etnikai szempontokból munkavállalók között, csak a munkához való viszony, hozzáállás és a megbízhatóság számít, olvashatjuk az anyagban. Egyébként elősegíti a munkavállalókat a 2011 évi 106-os közfoglalkoztatásról szóló törvényben megfogalmazottakhoz, mely szerint a közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott tranzit foglalkoztatás, melynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. Én igazgató úrnak, Molnár Pál úrnak szeretném megköszönni azt, hogy a fogadó óráimon felmerülő lakossági problémákat jelezve az ő irányába gyorsan reagál ezekre a problémákra, segít azoknak a megoldásában. Talán az egyik legjobb példa, amit viszont a Baross úti Zug lakossága, és a magam nevében is szeretnék megköszönni úgy polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, az egész képviselő testületnek és természetesen igazgató úrnak is, az útalap elkészült a Baross úti Zugban. Ez nagyon régi vágya az ott élő embereknek, és nekem is, mint a körzet képviselőjének, és a lakosság összefogott, hozzájárult ehhez az építéshez, illetve önkormányzati támogatás is került hozzá. Nagyon nagy volt ott a baj, hiszen még a tüzelőt is kosárba hordták be, ahogy nekem elmesélték. A mentő, a tűzoltó ugye nehezebben tudta megközelíteni. Nos, ez a probléma elmúlt, nagyon nagyot ér ez a beruházás az ott élők javára, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és igazgatónak további jó munkát kívánok. Köszönjük szépen a hozzászólást. Van-e további jelentkezés, vélemény, kérdés? Tisztelt képviselőtestület, azt hiszem, hogy kár lenne tagadni, hogy a Városgondnokság értetlen sok minden feladatot ellátott ebben az évben is. Nem könnyű körülmények között, nem könnyű emberekkel, nem túlságosan sok pénzből, és azért azt mindenkinek tudni kell, a tisztelt jelenlévőknek, a tisztelt televíziónézőknek is, hogy a képviselő igazgatórat bombázzák feladatokkal, és ezt tesszük mi is természetesen a polgármester úr egyetemben, hiszen mindannyiunknak az a szándékunk, hogy minél jobb és kellemesebb körülmények között élhessen, dolgozhasson Karcagváros lakossága. A lehető legszebb körülményeket szeretnénk biztosítani, a legjobb körülményeket szeretnénk biztosítani. Nyilván a források határt szabnak ennek. Ezt is tudomásul kell venni. De azért olyan munkálatok bonyolódtak ebben az évben is, ami a korábbi évtizedekben egyáltalán szóba se kerültek. Az is biztos, hogy egy bizonyos fejlettség magával hozza a javítások, a karbantartások tömegét is, ahol nem voltak portalanított utak, ott nem kellett kátyúzni, amióta ezek megvannak, azóta természetesen ez a feladat is előtérbe került, tehát sok olyan dologgal találkozik igazgató és a csapata, ami eddig nem volt, és bizony komoly kihívás ez számukra, szent meggyőződésem. Én azért azt mondanám igazgató úrnak, hogy miután következik a tervezési időszak, és nem csak a költségvetés, városi költségvetést tervezgetjük, hanem az egyes intézményeknek a költségvetését és a munkatervét is a következő időszakban, hogy nagy-nagy gondossággal, közös erővel tegyük ezt meg, hogy ez egy stabil támpontot adjon a következő esztendőre nézve. Legyen miből kiindulni, legyen ott majd megfelelő tartalék a nem várt, előre nem várt dolgoknak a végrehajtására is, és én azt kérem a képviselőtársaktól, hogy továbbra is természetesen a realitásoknak megfelelően osszák meg velünk azokat a gondokat, problémákat, amit tapasztalnak a városban, a körzetünkben, hogy tudjuk ezeket orvosolni, hiszen minden pillanatban, mindenhol egyszerre nem tudunk jelen lenni. Ha már a tervezésnél tartunk, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a mezőri szolgálat,
és annak a felszereltsége is, de a legfontosabb talán, és ezt javasoltam is igazgató úrnak a megbeszélésen, az a bizonyos emelőkosaras gépjárműnek a beszerzése, ami nem lesz egy olcsó mulatság, de látva azt, hogy milyen módon hajtják végre a gallyazást a más cégek itt a városban az EON megrendelésére, mindenképpen úgy gondolom, és egyetértettek a képviselőtársak és igazgató úr is ebben, hogy szóval saját kezünkbe kell venni, hogy ilyen botrányos csonkítások és munkálatok ne történjenek többet ebben a városban. Nem lesz az egy olcsó dolog ez az emelőkosaras gépjármű beszerzés, de úgy érzem, hogy ezt meg kell tenni, meg kell lépnünk. Mert ha nem, akkor ki vagyunk szolgáltatva. Nagyon fontos továbbra is, úgy érzem, a keleti városrésznek, amit említett is igazgató úr, a további belvízelvezetés helyzetének a javítása, és sok-sok olyan feladat vár még a városgondnokság munkatársaira a következő esztendőben, amit még talán nem is látunk előre, majd a tervek összerakásánál érzékeljük ezt. Nem könnyű munka, olyan munka ez, amit nagyon könnyű kritizálni, hiszen aki nem csinál bizonyos dolgokat, az könnyen meglát olyan hibákat is, amit maga százszorosan követne el. Köszönöm a munkáját igazgató úrnak, a városgondnokság minden munkatársának a munkáját, és további szép összehangolt tevékenységgel kell, hogy ez az intézmény szolgálja a várost a továbbiakban is. Legalább ilyen, vagy ha lehet, akkor még jobb körülmények és között, és még jobb minőségben. Sok erőt kívánok ehhez. És a bizalom természetesen továbbra is megvan messze menőkig. Egyet kérek, hogy a tájékoztatóban magánvélemény ne kerüljön beírásra. Van-e további kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a tájékoztatót, sok erőt kívánva a következő esztendő munkájához. Támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunkhoz érkeztünk. Ismételten egy tájékoztató a Katonai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működéséről. Köszöntöm körünkben Koncsilla intézményvezető asszonyt. Ugyancsak egy olyan intézményről van szó, ami aztán tényleg, ha lehet fokozni, akkor egyre színesebb feladatokat kell, hogy magára vállaljon, egyre komolyabb jogszabályi változások közepette, egyre nagyobb lélekkel, hivatástudattal fel kell, hogy felfegyverkezzenek a munkatársak és igazgató asszony is, hiszen amire vállalkoztak, és ami a kutya kötelességük, az egy nagyon nehéz terep. Kérdezem intézményvezető asszonyt, hogy szóbeli kiegészítéssel kíván leírni a leírtakhoz képest. Igen, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Intézményünk tevékenysége az elmúlt évben nem változott, a jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátást nyújtott, nevesítve szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, tanyagondnoki szolgáltatást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, nappali ellátást, ezen belül idősek nappali ellátását és fogyatékkal élők nappali ellátását biztosította. Az általános feladatellátás célja volt a szociális biztonság erősítése, egyéni erőforrások, képességek mobilizálása, a környezet, a segítő háttér bevonása, veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, szervezett és tervezett szolgáltatás nyújtás. Célunk volt továbbá, hogy az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújtsunk a szociálisan rászorulók részére, saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy másokból származó problémáik megoldásában.
Nagyon nehéz bármelyik területet is az előbb felsoroltakból kiemelni, hiszen a maga nemében mindegyik nagyon fontos feladatot töltött be és látott el az elmúlt évben is. Elmondható ugyanakkor, hogy az intézmény működése az elmúlt évben kiegyensúlyozott volt, köszönhető ez a fenntartó mindenkori segítő támogatásának és az intézményben dolgozók áldozatkész munkavégzésének. Tisztelt képviselő testület, kérem a tájékoztató megtárgyalására és annak elfogadására. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. Vitára bocsájtom, a napi rendet kérdés, hozzászólás van-e? Tessék, parancsoljon! Nagyné László Erzsébet képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselő társaim, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők! Karcagvárosi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta az intézmény beszámolóját, és itt egy pár mondatban szeretném elmondani a bizottsági tagok véleményét, azzal együtt, hogy természetesen a bizottság támogatta, tehát már így előzetesen is a képviselőtestületnek a tájékoztató elfogadását. Az intézmény olyan széles spektrumú szolgáltatásokat végez, amely hát gyerekkortól egészen időskorig ugye a várost lakosságának számos lakosságot érint. Ezeknek az embereknek a szociális vagy egészségi állapota megkívánja, akkor ez az intézmény dolgozói, az intézmény környezete mindig alkalmazkodik. Nem mindegy, hogy hogyan dolgozunk. Lehet jobban és legjobban is dolgozni, de az intézmény dolgozóinak munkájában és ebben a beszámolóban is az derült ki, és ezt a bizottság is így fogalmazta meg, hogy a lelkiismeretes munka mellett az a szorgalom és az a szeretet, amivel a munkájukat végzik, az tükröződik a mindennapjaikban, abban, hogy a dolgozók és az intézmény vezetése is nem kell, hogy megkövetelje, hanem belülről jön ez a belülről fakad az ott dolgozóknak ez a fajta hozzáállásuk, és ez meglátszik mind a rendezvények szervezésében, azok színvonalában, és az, hogy a korcsoportoknak megfelelőek ezek a rendezvények, és úgy gondolom, hogy ez a megküldött anyagban is nagyon jól látható, képekkel is illusztrálható. Én ezúton is szeretném megköszönni a bizottság nevében is az áldozatkész munkáját az intézmény összes dolgozójának. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen a hozzászólást. Van a további jelenkezés? Kérdés, vélemény? Nekem lenne egy kérdésem intézményvezető asszonyhoz. A házi segítségnyújtás kapcsán kérdezem, hogy milyen jogszabályi feltételeknek kell megfelelni a gondozottaknak ahhoz, hogy hozzájussanak ehhez a házi segítségnyújtáshoz. Mert az anyagban olvasható volt, hogy volt egy pár, aki nem felelt meg a jogszabályoknak. Mik ezek? Tisztelt polgármester úr, ahogy írva van a 36/2007-es SSMM rendelet írja elő, hogy egy értékelő adatlapot kell kitölteni, és annak a megfelelő pontozását kell alkalmazni egy gondozási szükséglet felmérés keretében, amelyet nem csak az intézményvezető, illetve az általa megbízott gondozónő végez, hanem az adott személy, aki a kérelmet benyújtja házi segítségnyújtásra, annak a házi orvosa is. Tehát itt pontozzuk ugye, hogy a tájékoztatóban felsorolásra került az önkiszolgálást, azon belül ugye a táplálkozást, testápolást, hogy milyen mértékben tudja a kérelmező ezt elvégezni. Tehát, hogy segítséggel képes, képesen még teljesen az önellátásra, és ennek megfelelően van egy pontozási rendszer kialakítva, és 20 pontot kell elérnie ahhoz, hogy a házi segítségnyújtáshoz hozzá tudjon jutni. Tehát, hogyha a 20 pontot nem éri el, akkor sajnos nem jogosult erre az ellátásra. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Tisztelt képviselőtestület,
Én az imént már beszéltem a következő esztendőről, hogy mindenképpen tervezni kell a városgondnokság kapcsán. Én úgy gondolom, hogy a költségvetésnél, amikor majd elkezdjük a számokat összerakni, akkor gondoljunk erre az intézményre, hiszen a több telephelyen is vannak, és a Ladányi úti telephely is, de a idősek napközi otthona épülete is mindenképpen egy komolyabb felújításra szorul, úgyhogy majd ne tessenek erről elfelejtkezni, mert nyilvánvalóan ezek az objektumok továbbra is szükségesek a munkavégzéshez, meg az ottani élethez egyáltalán. Én a Karcagi Többszínű Kisebbségi Társulás elnökeként is mindig nyugodt szívvel gondoltam erre az intézményre, hiszen szinte rá se kellett nézni, gyönyörűen szépen végezték a munkájukat, csak a köszönetemet tudom kifejezni intézményvezető asszonynak és munkatársainak. Ez a nagyon-nagyon kemény, de mégis mosolygós lelket igénylő tevékenységhez, hiszen itt az élet nem napos oldalán lévő emberekkel kell foglalkozni, és ehhez óriási lélek és hivatástudat szükséges. És valóban úgy tették a dolgokat, hogy alig-alig kellett rájuk nézni, mert nyugodtan és biztosan tudtam, és tudhattam, hogy nem lehet hiba a munkájukban. És ez a tájékoztatóból is kijön, de egyáltalán a napi kapcsolatban és az életben is ezt tapasztalhattuk. Valóban csak köszönettel tudok fordulni intézményvezető asszonyhoz, és gratulálok ez az elvégzett munkához. Sok erőt kívánok a továbbiakban, most már majd egy új felállás keretében természetesen, mert ahogy a tisztelt képviselő hölgyek és urak tudják, a kistérségi társulástól átkerült az intézmény a Karcagvárosi Önkormányzathoz. Köszönet a munkáért! Sok minden jót kívánok a továbbiakban is. Elfogadásra javaslom a tájékoztatót. Aki tudja támogatni, jelezze, igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Köszönöm, köszönjük szépen. Gratulálunk az elvégzett munkához. Negyedik napi rendi pontunk. Javaslat a Karcagváros sportjai díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet tervezetre. Viszont képviselőtestület, ahogy tetszenek tudni, a legtöbb díjunkat augusztus 20-án szoktuk átadni, illetve a kultúráért díjat a pedagógusok esetében a tanévzáró ünnepségen. Többen jelezték, hogy ezen érdemes lenne változtatni, az élet már ezen túllépett, és való igaz, hogy például az augusztus 20-i rendezvények összeállításánál komoly fejtörést okozott mindig, hogy is lehetne összehangolni a ünnepi önkormányzati ülést a egyéb más programokkal úgy, hogy beleférjen minden, és célszerűnek tartottuk azt, hogy például két díjat, a Karcagváros sportjáért díjat, illetve a Karcagváros kultúrájáért díjat a Magyar Kultúra napján adományozunk oda azoknak, akik ezt megérdemlik, akire a testület az áldását adja. Tulajdonképpen ez a napirendi pont, amit most tárgyalunk, a következő napirendi pont is ezt taglalja elsősorban. Én úgy gondolom, hogy a szakbizottságok megtárgyalták ezt a napirendi pontot, illetve a következőt is. Vitára bocsájtom, a napirendi pontot kérdés-hozzászólás van-e? Szepesi Tibor képviselő úr, kér szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, jelenlévő kedves televízió nézők. Valóban, ahogy polgármester úr is összefoglalta, nem csak a bizottság ülésen, hanem különböző fórumokon is felmerült annak javaslata, hogy ne az augusztus 20-ai ünnepségen, illetve ne az intézmények tanévzáró ünnepségén kerüljenek átadásra ezek a díjak, hanem mivel városi díjról van szó, egy városi ünnepség keretében a Magyar Kultúra napján kerüljön átadásra. Már csak azért is, hiszen a időközi intézményi átszervezések, a fenntartók bővülése, én azt gondolom, hogy talán azt a lehetőséget most adta kezünkbe, hogy egy ilyen ünnepi alkalom keretében kerüljön majd átadásra, kerüljenek átadásra ezek a díjak. Valójában erről szól
a rendelettervezeteknek az elkészítése, és hát ugye a különböző jogszabályi erőírások miatt egyszerűbb volt az előző rendelettervezeteket, illetve az előző rendeleteket hatályon kívül helyezni, és egy vonat új rendelettervezetet elfogadni. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság kétszer is megtárgyalta mind a két előterjesztést, tehát a 4-es és az 5-ös napirendi pontot is. Figyelembe vette az előző bizottságülések javaslatait is, de úgy döntött, hogy az előzetesen és most a testületi ülés anyagában is szereplő eredeti rendelettervezetet támogatja, és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vitára bocsájtom a javaslatot. Kérdés, hozzászólás van-e? Nem is csinálom, hiszen alaposan át lett tárgyalva, akkor többszörösen is. Elfogadásra javaslom, akkor a hatalmi javaslatban leírtakat, aki tudja támogatni, kérem jelezze, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Ötödik napi rendi pontunk gyakorlatilag ugyanez, illetve a lényege ugyanez, javaslat a Karthagáros Kultúrájai díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelettervezetre, tehát az előbb a sport térdíjat taglaltuk, most pedig a kultúráért díjat beszéljük át. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ezzel kapcsolatosan? Tudjuk-e az elfogadását támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Hatodik napirendi pontunk. Javaslat az államválasztás körében nem tartozó szervezetek támogatására. Tisztelt képviselőtestület, ahogy az anyagban, a hatati javaslatban lehet olvasni, 2 millió forintot fogunk a költségvetés módosításakor beépíteni a költségvetésünkbe a különböző egyesületek, civil szervezetek támogatása céljából. Kérdés, hozzászólás van ehhez? Pályázatot írunk ki magyarul. Pánti Ildikó képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársaim! Csak örömteljes egyetértését szeretném bizottságunknak kifejezni, hiszen a legutóbbi test, illetve bizottságülésen természetesen napirendi pontok között volt. Örömteljes egyetértésünket örülünk, és bízunk benne, hogy a városban lévő sok-sok civil szervezet, egyesülés él ezzel a lehetőséggel, és bízunk abban is, hogy pályázók lesznek, és abban is, hogy örömmel veszik, amikor majd sorra kerül a pályázati döntése. A kommunikációban és azokon a lehetőségekkel, amellyel élni lehet, az önkormányzat közhírété teti, már ez is egy fórum erre, és bízunk abban, hogy lesznek pályázók. A határidőket, ahogy eddig is, szigorúan tartani kell, mert ezek nagyon fontosak. Köszönöm szépen, és örvendetes dologról adhatunk számot. Így van, köszönöm szépen a szóbeli kiegészítés, hozzászólást. Remélem, hogy sokaknak fogunk örömet szerezni ezzel, sok civil szervezetnek. Jelenkezőben valószínűleg nem lesz hiány, de majd a bizottság, aki ebben dönt, bölcsen meg fogja fontolni, hogy kinek, hogy mennyi támogatást juttasson. Tisztelt képviselőtestület, van-e további kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Két hatalmi javaslatról kell döntenünk. Ennél a napirendi pontnál először is, hogy ezt a pályázatot írjuk-e ki ilyen összegben. Tehát az első hatalmi javaslatban döntünk arról, hogy az államháztartás körében nem tartozó szervezetek támogatását biztosítsuk-e, aki ezt tudja támogatni, jelezze, igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, és hogyha már lesznek ilyen beérkezett pályázatok, azt bírálni is kell. Így a második határozati javaslatunk, az államháztartás körében nem tartozó szervezetek támogatására beérkezett pályázatokat bíráló bizottság létrehozásáról kell döntenünk. A bizottságban Pánti Ildikó képviselőasszony, Szepesi Tibor képviselő úr és Gulyás Ferencné intézményvezető asszony vesz részt. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen.
Hetedik napirendi pontunk javaslata a Madár Szimon Egyesített Óvoda Kincses Kultúr Óvoda 2017 cím elnyeréséről szóló pályázaton való részvételre. Köszöntöm körünkben intézményvezető asszony Gulyás Ferencnét. Tisztelt testület, ez egy olyan pályázat, ami egy nagyon komoly erkölcsi elismerést jelent, hogyha a pályázó óvoda elnyeri ezt a címet, ezzel más egyéb nem jár, az oklevélen kívül természetesen, tehát nem pénzről szóló pályázatról van szó, hanem egy jó munkát elismerő pályázat, amin örülök, hogy részt vesz a Jókai úti óvoda. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Szakbizottság támogatta, hogy részt vegyen az intézmény ebben a pályázaton. Mi tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, sok sikert kívánunk. 8. napirendi pontunk, javaslat a Katolikus Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról szól. Tetszenek emlékezni, hogy a testület elfogadta a Karthagi Többszínű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ átvételét január 1-től kezdődően, 2017. január 1-től kezdődően. Most már Karthagi Szociális Szolgáltató Központ néven fog szerepelni, és ennek megfelelően az alapító okiratot módosítani javaslom. Van-e kérdés, hozzászólás ehhez? Amennyiben nincs, szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 9. napirendi pontunk, javaslat a Karthag külterületét 01405/4 helyrajzi számú ingatlan Kingfisher Kft. Részére történő értékesítésére. Egy régen húzódó ügyről van szó, egy geodéziai tévedés okán egy halastól létesítésénél a gátat ráépítették egy már alig-alig létező önkormányzati árokra. Így aztán azt hiszem, hogy az önkormányzat jogosan követel valamilyen kártérítést, és a tisztelt gazdasági tanácsadó testület több nekirugaszkodás után megállapított egy kerek összeget, ami 400 ezer forintról szól, és úgy gondoljuk, hogy ez jár a városnak, ha már ilyen malőr történt. Egyeztetés meg volt ebben az ügyben, még egyszer mondom, több esetben is. Én úgy gondolom, hogy ez egy méltányos összeg ennek a csorbának a kiköszörülésére a vállalkozó részéről. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Egyébként mindennek megfelel az objektum, mert ahelyett, alig-alig létező árok helyett ő csinált egy másik vízelvezető árkot, talán még jobb is, mint ami volt, de hát ami jár, az jár. Bizottság támogatta. Javaslom, hogy mi is támogassuk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 10. napirendi pontunkhoz érkeztünk, javaslata a Karthagvárosi Önkormányzat ügyrendi és jogi bizottsága elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 220/2014 KT számú határozat módosításáról szóló 252/2014 KT számú határozat módosítására. Tisztelt jelenlévők, ahogy már tudjuk és elhangzott, Nagy János képviselőtársunk lemondott, így javaslom törölni a szakbizottság tagjainak névsorából. Kérdés, hozzászólás van ehhez? Bizottság támogatta. Támogatjuk-e mi is? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 11. napirendi pontunk, javaslat Karthagváros településrendezési eszközeinek 2016. évi egyszerűsített eljárásban zajló módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárásban résztvevő állami igazgatási szervek beérkezett véleményének elfogadására. Gyönyörű címe van a javaslatnak. Tisztelt képviselőtestület, a hatalmi javaslathoz kérem, hogy lapozzon mindenki,
Itt tudnék, 4 pont van, ami közül 2-ben bizony alternatívák is vannak felsorolva, mégpedig a 2-es pontnál van egy 2/A, illetve egy 2/B alternatíva, és tudomásom szerint, illetve hogy az anyag is tartalmazza, a szakbizottság a 2-es pontnál a 2/B-t javasolja támogatni, a 3-as pontnál úgy szintén a 3/B-t javasolja támogatni. Erről kell most nekünk mindenképpen döntenünk. Én javaslom, hogy fogadjuk el a szakbizottság állásfoglalását, véleményét, és akkor automatikusan javaslom, hogy tessenek is kihúzni a 2/A-t, illetve a 3/A-t, hogy a határti javaslat akkor teljesen jogszerű legyen. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? Így el tudjuk-e fogadni? Igen. Nem tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra, köszönöm szépen. 12. napi rendi pontunk, javaslat a Karthagváros település rendezési eszközeinek 2016. évi teljes eljárásban zajló módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárásban résztvevő állami igazgatási szervek beérkezett véleményének elfogadására. Hasonlóképpen kérem, hogy tessenek a határozati javaslathoz lapozni. Itt is van a 3 pontból az 1-es pontnál alternatíva, és hasonlóképpen itt is a szakbizottság véleményét javaslom elfogadni, az 1/B pont maradjon a határozati javaslatban, az 1/A kerüljön törlése, és a második, illetve a 3. pontban ott nincs gond. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? Jelenkezést nem látok. Ilyetén formában el tudjuk-e fogadni ezt a javaslatot? Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 13. napi rendi pontunk, javaslat Karthagváros település rendezési eszközének 2016. évi módosításaihoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, a hatati javaslatban olvasható, hogy a Karthagváros település rendezési eszközének 16. évi módosításaihoz kapcsolódó környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek a képviselőtestület. Ez már a bizottság javaslatára történik meg természetesen. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Az anyag önmagáért beszél. Tudjuk-e támogatni a javaslat elfogadását? Igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra, köszönöm szépen. 14. napi rendi pontunk, javaslat a Karthagváros település szerkezeti tervének megállapításáról szóló 309/2001 KT számú határozat, illetve a karthagi település rendezési terv részét képező karthagi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001 rendelet módosítási céljainak elfogadására. Tisztelt képviselőtestület, az idő bizonyos dolgokat megkövetel tőlünk, át kell, hogy lépjünk bizonyos szabályokon, és új szabályokat kell létrehozni, mint a település szerkezeti tervben, építési szabályzatban és a szabályzási tervben úgy szintén több területet érint ez a javaslat, ipari park területét, és más egyéb fejleszteni kívánó területeket. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ehhez a javaslathoz? Tudjuk-e támogatni a határozati javaslatban leírtakat? Igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 15. napi rendi pontunkhoz érkeztünk, amit már zárt ülés keretében tárgyal meg a tisztelt képviselőtestület. Így aztán zárt ülést és 5 perc szünetet rendelek el.